Pauljevic ment el a jobb szélen, közvetette volna a labdát, nekünk felé a fogsi védő, azonban felszabadítani nem tudta. Bekár elé került a labda, aki 18 méterről lőtt, kevés. Pauljevicet is, aki két paksi védőt is becsapott, a középre adáltan egy beleti kapni a kapus, azonban utána megjárnyugat maradt. Ez egy kapus a kapusra. Majdnem a
valamiért érdelveszi ezt egyszerre. Hát van szerencséje, Pauljevic megy el, benne a 16-oson belül, Pauljevic közel, és befattal a labda a 49. percben, átveszi a vezetést a Puskás Akadémia. Hát ez hihetetlen. Teljes rövid zárlat az újpestieknél. Na itt... Szeretném szakmányi tisztán lejátszok odá. Kellemes kis betegyünk.
szabálytalanság, elveszíti a labdát, és így mehet Pauljevic, előtte ott van Sallai. Rossienko kiöklözi a labdát, Pauljevic a kipattanó, fölemel egy esernyő, cselle, gól!